a gerincoszlop felépítését ismertetem a következőben. A gerincoszlop kettős S alakban görbült része a csontvázunknak, ez teszi lehetővé a két lábon járást. A gerincoszlop csigolyákból épül fel, a csigolyák meghatározott számok. 7 darab nyaki csigolyát különböztetünk meg, a nyaki csigolyák közül az első az úgynevezett fejgyám, a második pedig a forgó. Tulajdonképpen ez a két csigolya teszi lehetővé a fejünknek a tartását a gerincoszlop tetején, a fejgyámba illeszkedik a koponya a nyakszirti bütykön keresztül, és a nyakszirti bütyökhöz ékelődik be a forgó csigolyának a tengelye, ezért is hívják a második csigolyát axisnak. Ezen kívül tehát még 5 nyaki csigolyát találunk, 12 hát csigolyát, 5 ágyéki csigolyát, 5 keresztcsonti csigolyát és 3-6 farok csigolyát. A farok csigolyák itt alul találhatóak, gyakorlatilag könnyedén mozgathatóak. Az őseinknek még kiálló farka volt, ott a számhoz több lehetett, ma már ezek redukálódtak és általában nem jelenik meg a kiálló farok. A keresztcsonti csigolyákról megjegyzendő, hogy összefortak, és az összeforrások gyakorlatilag az itt kilépő lyukak, a bizonyítékok az összeforrásra. Ez egy nagyon merev csont, és egy feszes izületen keresztül csatlakozik a medencéhez. A csigolyák nagyon fontos szerepet játszanak a központi idegrendszerünk védelmében. A központi idegrendszernek a része a gerincvelő, ami a csigolya lyukak által határolt részben fut. A csigolyának az általános felépítése a csigolya test és a nyúlványok. A haránt nyúlványok és a tövis nyúlvány. Ez itt a tövis nyúlvány, ezt lehet érezni, ha valakinek végig húzzuk az ujjainkat a hátán. És a csigolya ívek, amelyek a nyúlványok és a test között vannak, valamint a két csigolya között, a csigolya testek között található a porckorong. A porckorong türemkedik ki abban az esetben, ha nagyobb erőnek vetettük alá, és a kitüremkedését hívjuk porckorong sérnek.